Tisztelettel köszöntöm a decemberi sajtótájékoztatónkon a sajtó jeles képviselőit. A mai sajtótájékoztatón a bűnügyi osztály vezetője Berki Csilla címzetes rendőralezredes asszony vesz részt, Serfőzőné Kozma Ilona rendőralezredes asszony a közlekedés rendészeti osztály vezetője, Szabó Józsefné hivatalvezető sajtóreferens. És akkor én át is adnám a szót Berki alezredes asszony kisasszonynak. Azt hiszem, hogy örömmel számolhatok be arról, hogy a tavalyi évhez képest idén csökkent a regisztrált és azon belül pedig a kiemelt bűncselekményeknek a száma, ami viszont emelkedő tendenciát mutat az elsősorban a garázdaság, illetve a bevásárlóközpontokban a szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások száma. A garázdaság tekintetében nagyon sokszor előfordul, hogy családon belül férj, feleség, egyéb rokoni viszonyban lévő emberek esnek egymásnak, és nem igazán fogják fel, hogy ennek a kis verekedésnek vannak azért jogi következményei is, mert mindig az egyik fél jelentkezik, hogy történt a garázdaság vagy a bűncselekmény, de azt ő már nem tudja, hogy ebből mi eljárást fogunk indítani, és esetleg a családtagjának problémája lesz belőle. Később derül ki a számára, és akkor rögtön próbálnak visszakozni, de hát akkor ugye már nem lehet, és ezért jó lenne, hogyha átgondolnák, mielőtt jeleznék a rendőrség felé, hogy történt ez a családon belüli esemény, mert nem biztos, hogy valamelyik fél ebből jól fog kijönni. Ami érdekesség a bevásárlóközpontos lopásokkal kapcsolatban, a két hónapon belüli időszakról beszélek. Volt egy anyuka, aki a 2 hónapos csecsemőjével jelent meg a Fóti úti Tescóban, és ott flexet, meg ruhaneműket, élelmiszert tulajdonított el. Itt komoly problémát okozott, hogy a kisgyerkőcöt hogyan szállítjuk be majd a kapitányságra, mert nem volt nála gyerekülés, de megoldottuk a problémát a KMB irodában, ami a Fóti úti Tescóba került kialakításról, sikerült kihallgatni, és akkor nem kellett így a gyermeket beszállítani anyukával együtt a kapitányságra. Illetve volt még egy érdekes eset, hogy anyuka rokkant kocsival érkezett az Ósamba, és mögötte egy ilyen kis fémtoboz volt hozzászerelve a kocsihoz, és ebbe pakolt a családtag, a férfi emberke az eltulajdonítani kívánt termékeket. Ez az, ami igazából így érdekességként gondoltam, hogy megemlítem. Az ünnepekkel kapcsolatban szeretnénk kérni, hogy a bevásárlóközpontokban a vásárlók figyeljenek az értékeikre. Ne legyen az, hogy a bevásárlókocsiba bennhagyja a kis kézitáskáját, két sorral arrébb megy, és akkor amíg ő vásárolgat, addig eltulajdonítják az értékeiket a bevásárlókocsiból. Illetve, hogyha már egyszer pakolnak az autóba, akkor az értékeket ne előre tegyék, ők meg hátul a csomagtartóba pakolnak, mert ez is nagyon sokszor előfordul, hogy elviszik a táskákat, egyéb értékeket. Illetve még az időskorúakkal kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ebben az időszakban előfordul, hogy fát visznek nekik az önkormányzat megbízásából, és akkor bizonyos összegeket kérnek érte cserébe. Gondolom, ilyen nincs az önkormányzat részéről, hogy fát küldenek a nyugdíjasoknak bizonyos pénzösszeg ellenében. Paplant, párnát szintén ne vásároljanak, hogyha ilyen furcsa kinézetű emberek próbálják értékesíteni, illetve az elmű, a TIGÁZ munkatársai azért egy igazolvánnyal érkeznek, tehát azért mindenkit ne engedjenek be, főleg így a ünnepi időszakra tekintettel. Péntek, szombat, vasárnap megerősített szolgálatok vannak a bevásárlóközpontokban. Erre igénybe veszük a 19 megyés program keretében rendelkezésre álló túllóra keretet, tehát mind a bűnügyi állomány, mind pedig a közterületi állomány is nagyobb létszámban jelenik meg ünnepekre való tekintettel. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A legutóbbi sajtótájékoztató óta az eredményeink a baleseti statisztika terén szinte ugyanolyan állapotról tudok beszámolni. Mivel már az akkori sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy az idei baleseti statisztikánk emelkedett, tehát a személyisérüléses balesetek tekintetében, ez azóta is minimális növekedést mutat. Továbbra is az elsőbségi szabályok megsértése a fő baleseti ok területünkön. Megnéztem, közel 1/3 a balesetek számából az elsőbségi jog megsértése miatt következik be.
Nagyon fontosnak tartom most elmondani a évvégi a kolléganőhöz csatlakozva az évvégi ünnepekre való tekintettel a bevásárló környékek környékén a megnövekedett forgalmat, és itt is várható az elsőbségi szabályok megsértése. Mindenki figyeljen oda, fokozott óvatossággal közlekedjen ezen a területen, ugyanis a gyalogosok is megemelkedett számmal fognak jelen lenni, és mivel torlódásra is fogunk számolni, tehát az Ossán Dunakeszi Tesco vonatkozásában, itt még nagyobb a kockázata a baleset bekövetkezésének, hogy esetleg takarásból gyalogos kilép, illetve a lecsökkent sebesség miatt azt hiszik a gyalogosok, hogy átérnek hamarabb. A látni és látszani kampánnyal kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy a Országos Rendőrfőkapitányság már több éve meghirdeti minden évben november 1 és december 10 közötti időszakban, hogy a jól láthatóság érdekében szervizek, autószervizek, illetve optikusok csatlakozhatnak ehhez a programhoz, és a gépjárművezetők ezeket a centrumokat megkereshetik, a optikusok a szemvizsgálatot elvégzik, illetve a autószalonokba pedig a gépjárművek világítását megvizsgálják. Az időskorúakra fokozottan figyeljünk ebbe az időszakba, illetve a gyalogos közlekedés tekintetében, tehát a lelassult mozgásuk, illetve hogy ők is esetleg az utolsó pillanatra hagyják a vásárlásukat, úgyhogy erre kérek mindenkit. A kerékpáros és a gyalogosok közlekedése az idei év baleset megelőzési projektjébe benne van, mert a tavalyi évben is ők voltak a tehát a legnagyobb számba velük történtek súlyos, illetve könnyű sérüléses balesetek. Nap mint nap történik kerékpáros baleset a területünkön. Tegnap is volt Gödön egy gyermek által résztvevős baleset, hál' Istennek anyagi káros balesetben nyilvánult meg, mert a kis gyerek nem sérült meg. A felfokozott forgalomra, illetve a megnövekedett forgalomra, mint a múltkori sajtótájékoztatón is beszéltünk, hogy a délelőtt, illetve a délutáni órákban az M2 forgalma, abban a kritikus reggeli 2 órában és a délutáni 2 órában, most lehet, hogy ez ki fog tágulni és tovább fog tartani, úgyhogy ott nagyon-nagyon figyeljenek, főleg amikor az M2-ről a Dunakeszi lehajtóba Pest irányából le akarnak jönni a gépjárművezetők, mert van, amikor már az M2 belső sávjába áll a forgalom, mert a lehajtóákban nem is tudnak felhajtani az autók, úgyhogy itt mindenki nagyon-nagyon figyeljen. És nagyon-nagyon fontosnak tartom még azt elmondani, hogy a ittas vezetés az idei évben emelkedést mutat. Tavaly évben úgy tűnt, hogy a közigazgatási bírság, illetve a magas bírságtételek meghozták a gyümölcsét, hogy nem ültek annyian autóba. Ez az idei évben egy kicsit más mutat, és kénytelenek voltunk lépni ebbe az ügybe. Kitaláltunk, illetve egy módszert alkalmazunk, aminek az a lényege, hogy kiterelünk különböző útszakaszokat, a nagy forgalmú útszakaszokat. Ez megtörtént már Fóton, Dunakeszin és Gödön, tehát váratlanul megjelenünk elég nagy rendőri létszámmal, és azon az útvonalon közlekedő összes gépjárművezetőt alkoholszondás vizsgálat alá vetünk. Számadatokat tekintve az első ilyen ellenőrzés során 2,5 óra alatt 800 gépjárművezető került alkoholszondás vizsgálatra. Ott nincs lehetősége a gépjárművezetőnek, hogy kitérjen, lekanyarodjon, mert teljes kiterelést hajtunk végre. Úgyhogy mivel már voltunk 3 településen, a következő települést még nem tudom megmondani, és nem is kívánom, de mindenki készüljön rá, főleg most, hogy jönnek a ünnepek, hogy ott leszünk most is. 3 akció ideje alatt 2 ittas vezetőt sikerült kiszűrnünk. Ez az ellenőrzött viszonylatban nem számottevő, de ugyanakkor, ha már egy valaki beül úgy az autóba, hogy vezet és előtte ivott, szeszes italt, az már sok. A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban, tehát személyes tapasztalatom, hogy reggeli órákban, amikor jövök Dunakeszi Göd távlatába a 2-es főúton,
véleményem szerint többen járnak kerékpárral dolgozni. Tehát ez egy reggel 6 órási időszak, amikor ugye még amúgy is sötét van, és az sem mindegy egyébként, hogy a kerékpárosoknak a világítása milyen. Előleg a Kressz az leírja, hogy lakott területen kívül jól láthatósági mellényt kell a kerékpárosnak használni. Hál' Istennek látok ilyet is. De van, aki a saját biztonsága érdekében ezt nem teszi meg, de a kollégáknak a rendőrautókban van is egyébként jól láthatósági mellény, és ilyen esetben mindig átadják mindenféle büntetés nélkül, csak hogy baleset megelőzési szempontból. De van olyan kerékpáros is, akinek a világítása nem megfelelő. Hogy arra kérem a kerékpárosokat, hogy feltétlenül, tehát nagyon védtelenek egy gépjárművel való ütközésnek, úgyhogy tegyenek meg mindent. És mindig fel szoktam ajánlani, hogy bárkinek, aki szüksége van, és a tavalyi évben is megjelent, és jöttek is, hál' Istennek, megkerestek az állampolgárok, hogyha szükségük van rá, akkor ellenszolgáltatás nélkül nagyon szívesen adunk. A közlekedésrendészeti osztályon bárki mellényt, és a kereteink, ahogy engedik, lámpaszettük is van pont még a kampány keretén belül, amit kaptunk a Pest megyei Balesetmegelőzési Bizottságtól. Bár még az időjárás nem olyan hideg, de jönnek a fagyok, a hidegek. Fel kell hívni a lakosság figyelmét, illetve szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, ha földön fekvő embereket látnak, vagy tudnak a környezetükben olyan idős emberről, akinél esetleg tudják, hogy a fűtés nem működik, nincs, akkor jelezzék vagy a 107-es, vagy a 112-es segélyhívószámon, akár a kapitányságon, hogy tegyünk értük valamit. Ez az egyik. A másik, amit nagyon szeretnék még elmondani. Az ünnepekre való tekintettel az igazgatásrendészeti osztályon december 31-én az engedélyügyi ügyfélfogadás szünetelni fog. A Dunakeszi Rendőrkapitányság nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves nézőnknek.